hogy hány éves kortól javasolt a színtanácsadás. Gyakorlatilag meg lehet 3-6 éves kortól is nézni valakinek, hogy milyen színtípus a gyermek, de igazán nincs értelme, ennek több oka is van. Az első oka az, hogy nem tud végigülni 2 óra hosszás színtanácsadást egy ilyen kisgyermek. A másik oka pedig az, hogy halad előre a korral, akkor megváltozik a bőrszíne, a hajszíne, illetve a szemszíne is. Tehát ezért nem igazán érdemes még kisgyermekkorban a színtanácsadást elvégezni. Annak idején, amikor én tanultam a szín- és stílus tanácsadást, akkor a legkisebbik gyermekem, akkor még 6 éves volt, akkor ő egy világos nyártípus volt, tehát a hideg színek álltak neki jól. A kor előrehaladtával sötétedett a hajszíne, a szemszíne is változott. És azt vettük észre, hogy mikor már elérkezett olyan 17-18 éves korba, hogy valami nem stimmel, nem igazán jók azok a színek nekik, nagyon sápasztják. Így újra lekendőztem, és akkor megállapítottuk, hogy most már ő téltípusba tartozik. Ugyanúgy megmaradt a hideg színtípus, tehát a hidegség az megmaradt, viszont átment sötétebb színtípusba. Igazán olyan 14 éves kor után már nem változik annyit a szemszín, a bőrszín, illetve a hajszín.